Itt állok Mr. Sandokan előtt, és azt a Mr. Sandokannak a hóna alatt fogja a kardját. Én nem tudom, milyen lovag fegyverviselés az éppen, amit látunk, de... Mr. Sandokan? Ezt vegyem úgy, hogy barátok lettünk? Gamager.com. Eredeti játékok. Olcsón. Megbízhatóan. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Owen vagyok, és előre elnézést szeretnék kérni attól, hogyha esetleg hapcizni fogok, vagy kicsit orrhangom van, de hát kiderült, hogy nem allergiás tüneteim vannak így elég hamar tavasz kezdeténél, hanem sajnos belefejeltem egy influenzában, valószínűleg hőemelkedésem is van, de ez nem dátorít meg azzal, hogy én csináljam a videót, mert én tartalmat akarok nektek gyártani, és ez itt a Hello, Goodbye My King. És nem tudom, miért nem fejeztem be ezt a játékot, ugye ezt nagyon szerettétek. Egy Hello Neighbor kopinak mondható játékról van szó, és kb. Lassan már több mint egy éve csináltam róla a videót, de azt vettem észre, hogy nem lehet befejezni, és sokan írtátok, hogy nem fejeztem be, Péter semmit nem fejez be. De most leszámolok Mátyás királlyal életre. De az a baj, hogy ugye elvesztettem a mentésemet, tehát előről kell kezdenem a játékot, de szerintem ennek csak örültük, szóval... Ja, egyelőre elég sötét van rakva a játék, mert alapesetben ugye a fényerő az legalulra volt húzva. Gondolom a játék azt akarja, hogy így játszom a játékot, hogy félelmetesennek tűnjön. Megnézzük először így, hogyha nagyon-nagyon sötét a játék, akkor fentebb fogok venni. Úgyhogy nézzük a pályákat, hát az elsőtől tudom kezdeni sajnos, mert hát... Na mindegy, az elsőtől tudom kezdeni. És aki esetleg nem tudná a történetet, az, hogy én egy király voltam, akit letaszítottak a trónról, és a királyságomat úgymond ellopták, és kihajtottak engem a saját királyságomból, és ezt mindegy levegővételen, és a király az hasonlít rám, tehát igazából Péter a király. Tehát, ha megnézed, tökre hasonlít a karakter, akivel ugye játszani fogom a játékot, olyan, mint én, ugyanolyan hosszú haj van, csak amikor még barna volt a hajam színe. És igazából ugye irányítom a kis falumat, meg minden, és hoppá, elaludtam, és ott van Mátyás király, ellopta a papírt. Mert Mátyás királynak neveztük el régebben, nem tudom miért ezt a nevet adtuk neki, egyáltalán nem most Mátyásra szerintem. És itt van, ki is hajtottak engem a saját királyságomból, és lerepült a koronám! Aj, Péter, ne szomorkodj, bár nem vagyok kék szemű, de lehet, hogy kék szemem lenne, akkor sokkal jobban néznék ki. És hát tulajdonképpen ebből áll az egész játék, esetleg aki nem lát, úgyhogy nem előről akarnám kezdeni a játékot, és sajnos előről kell kezdenem, mert elvesztettem a mentésemet, mert le volt törölve a játék jó ideje. Aj, és az ott gondolom Mátyás kérdés, hogy örül neki, hogy engem kiajthatott a kastélyomból. És ha minden igaz, akkor néha így be kell jutni valahogy a kastélyba, most szerintem egyszerűen csak be kell mennem, ugye? Így van, benn is vagyok, ez az első pálya. És most ugye minden pályán végighez kell vinnem, úgyhogy ne vegyen észre a király, de most erre kíváncsi leszek. De várjál, most elég sötét van egyébként, ami azt illeti. Úgyhogy lehet, hogy is sötét... Oh. Wow. Lehet, hogy pont ezért, hogy legyen ilyen félelmetes a játék, de várjál, nyugi. Most egyelőre nem tudom, hogy van-e bármilyen feladatom. Find the fragment of the gem. A Yorah Chambers. Ja, egy darabot kell megtalálnom ezek szerint. Egy kristály törmeléket, vagy egy darabot kell megtalálnom minden pályán. És vannak itt ilyen rajzok, hogy ilyen tökre izé, jó kedvű, meg ilyenek. Legugolni is le tudok? Igen, le tudok, jól van. Ó, és ez az írás? El tudja valaki olvasni? Hát ez nem tudom ki, de rohadt jól néz ki. Ez nagyon tetszik. És ez a szobor, ezzel a szoborral mi a helyzet? És ide valami kód kéne, de egyébként honnan tudnám ezt a kódot? Na várjál. Ó, ez a jutúró! Ez a jutúrónak a pajzsa! Atya úristen, jutúró pajzsa! Akkor most már értem egyébként, hogy Mátyás király miért ilyen, hogy így ellopta a kastélyomat. Mert jutúrót néz, tudtam, hogy ez van a háttérben. De milyen szerkezetek, meg berendezések vannak egy ilyen királyi időben. Hát ez egy kicsit amúgy eléggé fél, nem lehet komolyan venni. Aha, azt jelzi, hogy nekem kellene itt, vagy találnom kell egy kábelt valószínűleg. Aha, és akkor tudok ide bemenni. Jó, hát akkor keresünk a kábelt, és ezzel mit tudok csinálni? LOL, ez mi? Ja, ez, de még azt hittem, hallott, hogy kinyitottam valami rejtek helyet, vagy nem tudom, jó van, oké. Okay. Hol van a király? Hol van Mátyás? Itt van egyáltalán az első pályán, már nem emlékszem. Hú, tényleg nagyon sötét van, amúgy, de nem baj, nem baj, szeretem a sötét van. Legyen egy kicsit félelmetes a játék szerintem.
ha itt van valami password. 22-14-5. Megvan a password, guys. Ajaj. Ajaj. Hát egyelőre nem tudom, hogy hol van. Nem látok itt senkit. Itt a nagy területen sem látok senkit. Jó, 22-14-5 volt a kód, ugye? Jó van. Erre volt a... Ja, erre itt van. Na. 22-14-5. Engedj be. Bent vagyunk, guys! Oh, Jesus! Oh my god! Oh my god! Oh, nem tudtam, hogy itt van! Oh! Jaj, elfáradtam! Elfáradtam! Ne üss meg! Ez az is megütött és kihajtott. Úristen, a Jutúró kastély. De ez az én kastélyem, akkor én vagyok a Jutúró fan. Nem áll, most mindent újra kell csinálni. Ott van. Ott van. Úristen, ott mert jó van, semmi baj, nem foglalkozok vele. Bemegyek ide, ahol volt a kód. Ugye? Itt volt a kód valahol. És Jutúró, mindenhol Jutúró van, nem hiszem el. Hopp, ott a kulcs. Ott a kulcs, nagyszerű. Ó, oh, nagyon király, nehogy jöjjön. Körbe jöttem, álljunk, fucking kidding me. Jaj, nem. Ezek mind az én aranyom! Az én aranyom, és Mátyás király ellopta tőlem. De jó van, van egy kulcsom, szerintem ezt még tudom valahol használni. Aha. Szóval az alvószobájában van elvileg a... A gem, amit keresek. Oké, okay, valószínűleg, remélem erre kell menni amúgy, vagy nem tudom. Most egyelőre nem vett észre, kijátszottam. Jó, ez a kulcs mindenhova jó. Oh my god, yeah, shit! Ne! Ne! Zárd be az ajtót! Úristen, ne vegyen észre! El kell bújjak! Bújjál! De miért vett észre? Hát olyan kicsi és tagadt, és hogy tud engem egyáltalán utolérni? Oké, meg kellett találnom szerintem a... Hú! Ott tudogeti a hasát! Úristen, majdnem észrevett. Szerintem egy kábelt kellene valahogy megtalálnom szerintem, vagy nem tudom. Vagy még talán van valahol valami zártartó esetleg. Nem tudom. Azt tudom, hogy itt körbe jöttem, és itt is semmit nem talál. Oh, ott a kábel. Jó, oké, okay, megvan a kábel, nagyszerű. Oh! Szent József! Gyerekek, hogy a francba bújjak el ettől a kis törpétől, hogyha állandóan megtalál? Hát nincs más lehetőség. Jó, semmi baj, megvan a kábel. Még szerencsé, hogy ezeket így nem veszi el tőlem. Oké. Okay. Unplucket kábel. Aha, tessék. Megvan. Nagyszerű, kinyílt. Aha. Atya úristen, itt van Jutúró! És hol eszik? Itt van Jutúró a kecske! Úristen, Mátyás király Jutúró szövetségese. És ez tényleg az, és megvan az első pálya. De úristen, mi ez a nyakör? És hát itt a második pálya most így reggel van, de azt hiszem most olyan csak nyugodtan nem tudok bemenni, mert aha, most bezárta. Ha jól emlékszem, itt van a kulcs. Igen, itt van a kulcs. Hát nem valami jó helyre rejtetted. Mátyás, majdnem Béla bácsit mondtam, de Béla bácsi egy másik ember, úgyhogy itt fog a másik pályán. Na lássuk, hogy mi változott a kastélyomba. Hát ugye mindig más a pálya, ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy mindig más a pálya. Érdemes átnézni mindent, mert hát ki tudja, mire van szükség. Oké. Okay. Jó, hát egyelőre nincs baj. De már megint ez a rohadt bárány mindenhol. Jó, inkább elmegyek egyelőre erre. Nem tudom, hogy az előző részben meddig vittem, de minden esetre nem számít. Most mindenképpen végig fogom vinni a játékot. Viszont nagyon sötét van. Itt nem nagyon találok semmit. Várjunk egy kicsit. Wow, hát ez nagyon gyönyörű, remélem ez is valami Jutúró fan. Aha, erre tudok menni? Tudok, hát. Aha, emlékszem erre. De itt mintha kellene valaminek lenni, nem? Vagyis hát nem tudom. De egyelőre nem találok semmit. Ó, kakas! Mindig is akartam kakasról én is amúgy fényképet, vagyis itt portrét, bocsánat. Lássuk.
Az előbb itt volt, most jelenleg nincs itt. Okay, no para guys, no para. Aha, aha, aha. Semmivel nem tudok kezdeni semmit? Ugye nincs itt? Hú, ott van! Oké, okay, oké, húzunk el innen. Hú, hogy nem vett észre? Hát meg kis törpe, mint én való életben, na mindegy. Jó, szerintem akkor egyelőre akkor elmegyek erre, hogyha itt nincsen semmi, akkor... Akkor itt nézek még körbe. Itt vagyok a konyhába. Észre ne megyek, könyörgöm. Hamburger, hát most már értem, miért vagy ilyen dagadt állat! Oké. Okay. Hopp, hús! Hús, az megvan, a húsi. Tudja, oké. Okay. Ja igen, most meg kell etetni valami szörnyet, vagy nem tudom mit. Tehát halat. Nem tudom egész pontosan, hogy mit kell megetetni, de valamit meg kell etetni, azt tudom. Ha jól emlékszem. És most hova menjek akkor? Ott van, nézd meg, ott van a sunyi állat. Ott írja a könyvet, nem fog észrevenni. Nem vett észre, nagyszerű vagyok. Aha, itt van, de hova kell neki enni? Enni. Oké, aha, ide kell ledobni a húst. Oké, megetettem. Ó, és kinyílt a lift. Ó, gentleman vagyok. Oké, nem vett észre. Ó, mágnesre van szükségem. Oké, jó, hogy itt segítenek amúgy így a játékok. Vagy a játék segít nekem. Szóval mágnesre van szükség. Most nem tudom, ezen az emeleten is itt van egyébként, vagy... Vagy még mindig oda lent van. Szerintem amúgy ilyenkor feltette a játék, amúgy Mátyás királyt a másik emeletre. Ó, de megijedtem. Úristen. Ott a kulcs. Aha, ide kéne a mágnes, ugye? Ne arra, hogy utóról, nem tudod, hol van a mágnes a Mátyás királynak? Léci, mondd meg! Na, várjál. Nem fog ki rajtam. Itt sincs, itt sincs. Hol lehet egy mágnes? Aha, éli az életét, mint Marci hevesen. Hát ez a jó. Hopp, ez mi? Aha. Úgy látszik ez valami puzzle lesz. Ide nem lehet menni, be van zárva. Ide kell majd gondolom a kulcs. Ja, ó, ezeket kell állítgatnom, aha. Vaja, hogy volt? Hogy volt? Nézzük meg. Nem tudom még egyszer megnézni. Ja, de. Ott van. Aha, látom. Tehát, ha így állok, akkor ennek... Ott is van. Nagyszerű. Hú, de király vagyok. És fogom szépen a kulcsot. És ide vonzom. A legjobb vagyok. Úristen, legjobb vagyok. És most be tudok menni ebbe a szobába. És ha minden igaz, meg is csináltam ezt a pályát is, mert itt lesz a következő fragment valahol. Amit meg kell találni. Ez mind az én aranyam! Csak az egyiket lehet kinyitni? Úgy tűnik, csak az egyiket lehet. Aha, ott van. Nagyszerű. Hú, de megijedtem. Jó, megcsináltam ezt a pályát is. Nagyszerű. Hú! Második pálya egyszerű volt. Drawing of the Daughter. Valamit nem vettem fel. Oké, most vajon hogyan kell bejutni a... Hát sehogy, simán. Már van neki őre! Ajaj! Ajaj! Észrevesz? Ki ez a Sandokan? Úristen, van neki őre! Oh Jesus! Ne vegyél észre! Nem vagyok itt, mi gurul ott? Mi az? Az egy alma? Nem! Hol van? Hol vannak? Ott van. Mi volt ez a hang? Úristen, a birkák. Oké, semmi gond. Bocsánat. Oh Jesus, hello. Oh my god. Nem lehet ugrani a játékban, ne bánts. Hát ez nekem, ez ne haragudj, de fájt, azért így bánni a régi királlyal, hogy odajönni, azt rámérni egyet egy izé. Egy lovakkarddal azért az nem emberi dolog. Bezzeg a kis törpének a két kezétől, azonnal meghalok, ez nagyon jó, már megint kihajítottak. Hát ez nagyon nagyszerű, komolyan mondom. Nem tudtam normálisan körbenézni. Aha, értem, és akkor így most mit csináljak? Tehát, hogy most várakozzak? Vagy mit csináljak? Hát bemegyek, egyből szétvernek! Hello? Valami? Hát ez hihetetlen.
Várjál, várok egy kicsit, jó? Várok egy kicsit, mert ők nagyon kemények, nagyon jampirak érzik magukat. Esetleg most be tudok már menni? Mi a francot csináljak ebben az esetben? Jó, mely, akkor visszamegyek a kezdő, és akkor a harmadik pályát újra töltettem. Hó, hát itt van valami izé! Engedjen be! Hát ezt én nem is láttam. Oh my god. Itt van már megint ez a csodálatos úriember. Ó, ő lesz a király, azt mondja. Nem te leszel, én leszek. Hogyha nem, ha rám küldöd a szándokánt egy bárdal vagy karddal, azt mondjuk nem oké. És hogy ki lesz a király, királynénak a férje? Hát persze, hogy ő. Ah, szeretnéd mi az én kis feleségemet, de tőlem nem veszed el. Nyugi, visszaszerezzük. Azt a rohadt, még rám jönnek az őrökkel. Ah! Mi az, hogy rám jössz az őrrel, te kis törpe? De nyomi! Fuck you, man! Okay, első és legfontosabb dolog, kiárathoz nem futtatjuk őket, mert úgy fogok járni, mint az előbb. Aha, oké. Okay. Oké, okay, hát egyelőre. De ez mi akar? Ez mi? Tehát most jelzi nekem, hogy valahol ott van. Uh-huh. Akkor lehet, hogy nekem be kellene menni oda. De hát erre nem tudok menni. Ó, észrevette, jó Isten, ne már! Fuss, fuss, fuss! Oh my god, beszorultam! Erre elkapnak, hát ezt nem hiszem, hát ebben a játékban nem lehet elbújni. Ebben a játékban nem lehet elbújni, srácok. Lehetetlen az elbújás. Hát ilyen nincs. Megint észrevett, vagy mi van? Ne már! Hol van? Hol van? Mi ez a hang? Mit erőlködik? Ki erőlködik és miért? Most nem tudom, mi történik, de valaki nagyon erőlködik. Nem, most húsra most nincs szükség ezek szerint. Miért erőlködsz, bro? Jó, ez bebugolt. Jó, ez bebugolt. Ezt ki kell használnom. Ezt ki kell használnom. Bár mondjuk lehet, hogy a kis dagadék az viszont nem bugolt be. Az most nézi a trónt, mert nagyon tetszik neki. Jó, van, hagyd nézze. Remélem, hogy ki tudom használni azt, hogy bebugolt. Ott a kulcs. Miért ütöd a szekrényt? Már nem vagyok ott. Miért üti a szekrényt? Ez egy állat. Hopp, valamit kinyitottam. Ja nem, belemártottam valamibe a kulcsot, és talán majd most tudom kinyitni az árat. Nem tudom, de miért üti? Hát nem vagyok már benne. Jó, mindegy. Ó, most tudom. Aha. És ez most komoly? Belemártottam valamibe a kulcsot, és akkor onnantól kezdve nyitja az árat. Ez most komoly. Ah, hiányzik valami innen. Hiányzik egy ilyen cucc. Azt gondolom meg kellene valahogy találnom. Erre tudok menni? Tudok, hát. Súlyok. Mit is kellett a súlyokat? Ó, rá kell tenni a súlyokat erre, nem? Oké. Okay. 52, 55, 8. 52, 55, 8. De hova kell ez a kód? Aha, aha. De hát hiányzik egy cucc. Nem tudom beütni. Aha, akkor csak kell azt az ajtót is itt. Csak nem tudom, hogy hogyan fogom kinyitni. Valahogy meg kellene tisztítanom most a kulcsot, ez a kérdés. Várjál. Oh my god, találtam egy diót. Találtam egy diót, jó van. Hú! Nem tudom, mennyire látszik, de ez a kard eltétel, én nem tudom. Mr. Sandokan? Mr. Sand... Itt állok Mr. Sandokan előtt, és aztán Mr. Sandokannak a hóna alatt fogja a kardját. Én nem tudom, milyen lovag... fegyverviselés az éppen, amit látunk, de... Mr. Sandokan? Ezt vegyem úgy, hogy barátok lettünk? Ez nagyszerű. Ez tényleg nagyszerű. De most... Oh, ne már, de miért? A kis törpe? A kis törpe az valahogy... Nem, Mr. Sandokan, segítsen! Segítsen nekem, Mr. Sandokan! Segítsen rajtam, úristen! Jaj, Jézuska, nagyszerű, törd össze, mi van benne? Add ide! Na. Ja, egy másik kulcs. Nagyon jó. Mi ez a creepy zene? Ó, megvan, nagyszerű. Mi ez a creepy zene? Oké, nincs itt. És mi volt a kódom?
Honnan tudja, mi volt a kódom? Honnan tudja, mi volt a kódom? Ott van, oké. Okay. No para. 52, 55, 8. Oh, yes! Úristen, még egy emelet? Az király, az jó. Hova rejtette a fragmentet ez a dagat melák? Esetleg itt? Ott van, né? Oh, yes! És meg is vagyunk a horror pályával. Yes! Hát mondjuk a Vita of Death nélkül sikerült. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Goodbye My King úgymond első videóját, mert mondhatom azt, hogy első. És hát én nem mindenféleképpen folytatom a következő napokban, szerintem már holnap folytatom is, vagy holnap után még nem tudom, srácok, attól függ, hogy hogy lesznek, most jelenleg nem vagyok valami jó, de ettől függetlenül mégis csináltam nektek videót, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, maradjatok a legközelebb, maradjatok a kokonosség, srácok, és ajánljatok nekem játékokat, írjatok nekem e-maileket, hogy milyen videókat szeretnétek látni tőlem szívesen, és higgyétek el, akit sok ember szeretne, azt meg fogom csinálni, megígérem, legyen az önderszönt, vagy bármi, amit akartok látni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, én Owen voltam, addig is sziasztok, és találkozunk a következő videóban.